A Karcagi Eszkrima és Csikung Egyesület 2018-ban alapította meg a Karcagi Harcművészeti Központot, ahol jelenleg három rendszer oktatása folyik. Az Eszkrima, a Csikung-Csikung és a Medible. Erről és a részletekről kérdeztük Disznós Imrét. Mai vendégünk Disznós Imre, Eszkrima mester. És mivel Imrével elég régóta ismerjük egymást, ezért az interjú ideje alatt is tegeződni fogunk. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz, köszönöm szépen én is a meghívást. Üdvözlöm a kedves nézőket. Ahogyan bemutattalak, eszkrima mester vagy. Kicsit beszélgessünk magáról az eszkrimáról. Mit is jelent? Rendben, hát az eszkrima az gyakorlatilag egy fülöpszigeteki harcművészet. Úgy is szoktuk mondani, hogy három az egyben, tehát harcművészet, küzdősport és gyakorlatilag egy önvédelmi rendszer is. Miért is? Ugye a harcművészet hát nagyon régi gyökerekre nyúlik vissza, ugye önfejlesztésről is szól, mint általában a tradicionális harcművészetek. Viszont jelenleg is állandóan változik, tehát ez egy élő harcművészet. Tehát Fülöp-szigetekről azt kell tudni, hogy ez egy harmadik világ, gyakorlatilag nincs közbiztonság. Tehát Magyarországon ahhoz képest tényleg gyönyörű a közbiztonság. Ott vannak olyan helyek, ahol tényleg azt mondják a turistáknak, hogy ne is menj oda, mert nem is kerülsz elője alá. Tehát nagyon-nagyon borzasztó a helyzet, és ilyen körülmények között állandóan fejlődik, gyakorlatilag tényleg az utcán, úgymond. Tehát ugye a támadások azok azért változnak. Tehát nem egy utcai szituációt nem úgy kell elképzelni manapság, mint mondjuk régen, vagy akár a csatatereken. Tehát kicsit másabbak az eszközök, másabbak a támadási módok, és ezáltal ugye idomulnak a technikák is a modern környezethez. Ezért is nevezzük azt, hogy önvédelmi rendszer, hiszen gyakorlatilag az utcai önvédelem is benne van. És egy az egyben egy komplex rendszere, hiszen nem csak pusztakezes önvédelmet oktatunk, hanem eszközös önvédelmet is. Ugye nagyon sokszor egyébként akkor kerül valaki nagyon veszélyes szituációba, amikor eszközzel támadják meg, vagy többen. Tehát amikor csak annyiról van szó, hogy elcsattan egy pofon, akkor az még nem biztos, hogy annyira életveszélyes. Lehet az is természetesen, de hogyha már előkerül a kés vagy bármilyen más eszköz, akkor ott az már súlyosabb sérüléseket szenvedhet az illető. És ekkor ugye fel kell készülni arra, hogy hogyan védje meg magát egy áldozat, úgymond. Erre az eszkrim az kiválóan felkészít. Nagyon sokszor említést tettél a táborokról is, hiszen ugye nyár van, mit lehet ezekről tudni? Hogyan zajlanak? Hát igen, hát több éve zajlanak már itt Karcagon nyári táborok a Karcagi Harcművészeti Központ szervezésében. Gyakorlatilag ebben az évben picit újítottunk. Tehát meghagytuk a hagyományos harcművészeti táborunkat, viszont most 7 gyerektábor terveztünk be idénre, tehát elég így fullos a nyarunk. Igen, tehát nagyon zsúfolt, ugye Európa bajnokság, még családi napok is lesznek, és 2 hagyományos tábor terveztünk be, 1 angol nyelvű harcművészeti tábort, aminek az érdekessége az, hogy a hagyományos harcművészeti táborra épül, viszont angolul is beszélünk benne, hogy picit az angol nyelvet is tanulják a gyerkőcök. Nem akarjuk persze túlterhelni őket, de így játékos formában azért a szókincsüket fejlesztjük így nyáron is. Ezek a táborok már lementek, viszont ami még most zajlik, az az úgynevezett craft tábor. Ez egy nagy újítás. Ez arról szól, hogy nem tudom, ismered a Minecraft játékot, azon alapul, de nem arról szól, hogy a gyerekek egész nap kockulnak a számítógép előtt, hanem felismertük azt a tényt, hogy a mai gyerekek azok nagyon szeretnek a számítógéppel játszani. De nagyon keveset mozognak. Viszont, hogyha tiltod őket, akkor pont az ellenkezőjét fogják csinálni. Igen. Tehát mi itt a craft táborban azt képviseljük, hogy elismerjük azt, hogy szeretik ezt a játékot, szeretnek vele játszani, akkor kerítsük körbe ezt a világot egy valós világgal.
Tehát gyakorlatilag mi azt csináltuk, hogy a valós világot összekapcsoltuk a Minecraft világával, tehát olyan játékos feladatokat adunk a gyerekeknek a való világban, ami a Minecrafthoz kapcsolódik. Ebben benne vannak mozgásfejlesztésektől kezdve szociális készségek fejlesztése és egyéb ilyen készségfejlesztő tevékenység, ami ilyen korban gyerekeknek nagyon-nagyon szükséges. És gyakorlatilag minden egyes ilyen játékos feladatért úgynevezett ilyen tokeneket, ez ilyen virtuális pénz kaphatnak a gyerkőcök, és akkor ezt a virtuális pénzt a Minecraftnak a világában tudják beváltani. Egy speciális Minecraft szerveren játszunk, amit a Craft Tábor központja biztosít számunkra, hiszen ez egy franchise rendszer, és ezen a szerveren csak a táborozók játszanak, tehát csak az itteni táborozók vannak ezen a szerveren, tehát nem úgy, hogy valaki idegennel is találkoznak a virtuális térben, hanem teljesen védetten, elszeparáltan játszhatnak, és minden héten, minden egyes táborban van egy külön kihívás, hogy mit kell építeniük. Tehát az első táborban például egy lovagi várat kellett felépíteniük, itt is ugye a társas kompetenciákat, az együttműködést, a csapatmunkát fejlesztettük, ugye van, aki inkább szeret gyűjtögetni, van, aki építeni szeret, és akkor így be kellett osztaniuk, tehát ilyen projekt szinten gyakorlatilag, hogy akkor ki mit csinál, ki szervezi a munkát, és akkor így egy csapatverseny volt, hogy ki épít szebb várat. A mostani van majd egy világító tornyot, erről még nem tudnak, majd most délután fog kiderülni, kell majd építeniük a csapatoknak, és hát itt is azért már kialakult az, hogy ki fogja a csapatoknál hogy a munkát szervezni, ki az, aki gyűjtöget, ki az, aki inkább építeni szeretne. Tehát ez nagyon izgalmas számomra is igazából, tehát ugye nekem az egyik végzettségem informatikus, tehát így a kettőt összekapcsolom igazából, és tehát a gyerekek meg nagyon élvezik. Jó, tehát, igen, tehát szinte azt hiszik, hogy végig Minecraftoznak, hiszen tényleg 2 óra hossza az, amit gép előtt töltenek általában, a többit a valós világban, de mégis úgy élik meg, mintha az egész egy nagy játék lenne. De közben megfejlődnek, és igazából most már a gyerekedzéseket is így próbáljuk felépíteni, hogy játékosan, de mégis tehát fejlődjenek a mozgásukban, és úgy néz ki, hogy ez a játékosítás, ez a technika, ez nagyon beválik, hiszen látszik a gyerekeken, hogy élvezik akár a táborokat, akár az edzéseket, és mégis a mozgáskoordinációjuk az fejlődik, és ezáltal a mozgáskoordinációjuk fejlődik, ezáltal ugye a mentális működés is egyre jobban, jobb és jobb lesz náluk, hiszen azt tudni kell, hogy tehát nagyon sok gyerekkel találkozom, akiket elhoznak, és a mai 21. századi gyerekek nagyon keveset mozognak, tisztelet a kivételnek. Tehát sokat vannak bent, és sokaknál a nagy mozgások nem megfelelő minőségben és mennyiségben mennek véghez. Ez már iskolás korban ez küldközhet. Tehát a tanulási nehézségeknél, vagy az, hogy félénkebb, visszahúzódóbb, ezeket nagyon jól lehet ezekkel az edzés módszerekkel javítani, korrigálni, és ezekben is nagyon szép eredményeket sikerült már elérni. Az ősz beköszöntével milyen további terveid vannak? Nagyon sok tervünk van. Tehát igazából ugye a vírushelyzet itt bármikor közbeszólhat, de hát itt hatalmas fejlesztéseket szeretnénk a központban is véghez vinni. Szerencsére egy pályázat, egy hacs pályázat keretében már sikerült egy mobil EEG-t beszereznünk. Ez arra szolgál, hogy ugye a mobil EEG az agyhullámokat méri, és mozgás közben, tehát bármilyen mozgásos tevékenység közben az agyi tevékenységet tudjuk majd mérni, illetve kutatni, és így gyakorlatilag a mozgást és az agyfunkciókat minél harmonikusabbá tudjuk majd tenni, ezáltal akár a tanulásban tudunk segíteni a gyerekeknek, illetve az edzéseinket tudjuk hatékonyabbá tenni, hiszen tudjuk azt mérni, hogy oké, itt most koncentráltabb, itt most ellazultabb a versenyzőnk, és ezáltal szintén jobb eredményeket próbálunk majd elérni a későbbiekben. Megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és stúdiónk vendége voltál. Köszönöm szépen én is.